Biblia gyerekeknek. Letölthető telefonra, iPadre, bármire. Yep. Nana! 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 Az első karácsonyi ajándék. Gábriel angyal azt mondta Máriának, hogy fia fog születni. Hogyan? Csodálkozott Mária. Hiszen nincs férjem. Isten szent lelke száll rád. A gyermek Isten fia lesz. Mária hitt az angyalnak. Ha? Mária József jegyese volt, de vőlegénye nem hitte el neki, hogy mi történt. Ezért egy angyal Józsefet is meglátogatta, és ezt mondta. Mária nem hazudik. A gyermek Isten fia lesz. Jézusnak nevezd el őt. Néhány hónap múlva Betlehembe, József szülővárosába utaztak, mert a császár népszámlálást rendelte. A hosszú út után elérkezett Mária szülésének ideje. De Betlehemben minden fogadó tele volt. Ezért Isten fia egy istállóban született meg, és bepójálva a jászolba fektették, a szalmát. Jézusnak nevezték el. Azon az éjszakán egy angyal jelent meg néhány pásztornak, akik a Betlehem környéki hegyekben. Jó hírt hozok, szólt az angyal. Megszületett a megváltótok. Betlehemben van, egy jászolban fekszik. Hirtelen még több angyal jelent meg. Olyan sok, hogy betöltötték az egész égboltot. Dicsőség a magasságban Istennek, énekelték az angyalok. És a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amikor az angyalok eltávoztak, a pásztorok sietve elmentek Betlehembe. Megtalálták a csecsemőt, a megváltót, amint ott feküdt a jászolban a szalmán. Minden pontosan úgy volt, ahogy az első angyal mondta. A pásztorok, miután megtalálták Jézust, bementek a városba. Nagyon lelkesek voltak. Mindenkinek elmondták, mi történt, és dicsőítették Istent mindazért, amit tett. Ez folytatódik. Yep. Nana! Nana! Nana!